Március végén nyílt meg a Szarvasi Vajda Péter Művelődési Központ aulájában Szabó Zsolt kiállítása, fotó kiállítása a pillanat fogságában címmel. Erről a kiállításról beszélgetünk, illetve a kiállítás anyagáról Szenes Jánossal, aki számos művészt és művet is méltatott már, hiszen nagyon sok kiállításnak ő a megnyitója. Erről a kiállításról kérdezzük most őt, mint műértőt. Én azt hiszem, hogy a helyszín ideális ahhoz, hogy egy első tárlatos ifjú művész megmutassa tehetségét a kedves nagy érdemű közönségnek. Ez az újjászületett aula itt a Vajda Péter Művelődési Központban, amely köztudottan ugyebár a színház auláját is jelenti. Megjelenésében, hangulatában roppant elegáns egy ilyen fotótárlat megrendezéséhez, és én a képek láttam, mindjárt azt gondoltam, hogy Szabó Zsolt alkotásai, hangulatukba, színeikbe, varázsukba nagyszerűen illenek ehhez az egyszerű háttérhez. Érzékelhető a képeken, hogy nem most kezdett az ifjú művész fotózni. Egy igen filozófikus alkat bontakozik ki a képek láttán, azt gondolom, aki nagy-nagy érdeklődéssel figyeli a világ küzdelmeit, az emberek küzdelmeit. Ezt most egy picit idézőjében mondom, mert ne téveszem meg senkit, embereket nem látunk a képeken, de mindenütt ott érezzük az emberi világnak a vágyait, elképzeléseit, hogy milyenek lehetnek, milyenek szeretnénk lenni, tehát nagyon-nagyon tartalmas és izgalmas ez a tárlat. Annál is inkább, mert kevesen tudják a nézők közül, hogy Szabó Zsolt sokoldalú művész, tehetségét kipróbálja a szép irodalom terén is, és nagyon elgondolkodható költeményeket is ír, tehát én csak sok sikert tudok neki kívánni. Hogy mit rejtenek magukban a képek, ezt most ne kérdezze meg tőlem senki, mert aki szeret távoli hangulatokba, jelenben, régmúltba, vagy akár a jövőben ringatozni, és oda képzelni itt a látszólag mondom, a non-figuratív világnak a rejtelmény mögé, ugye az emberi léteket és sorsokat, ezek az alkotások maximálisan kielégítik az igényüket. És azt gondolom, hogy találó a cím is a pillanat fogságában. Tökéletes a cím, mert tényleg egy pillanatnak azt a szépségét és minden titkát megpróbálja megfogni az ifjú művész, amely az épített, vagy a természeti táj, itt látunk épített táj részleteket és emberkéz alkotta dolgokat a világból, tehát ezeket próbálja megfogni. És mindenki a maga kis világát oda képzelheti. Érdemes megnézni ezt a kiállítást, amely még a következő napokban látható itt a Vajda Péter Művelődési Központ aulájában, és akkor várjuk a művésznek a verseit is, reméljük, hogy erről is be tudunk majd számolni, ezt is meg tudjuk majd mutatni a nézőknek. Köszönöm szépen!